Nem véletlenül választottam ezt a témát, amikor jó 10 évvel ezelőtt foglalkozni kezdtem ezzel, mert Batthyány Lajos alakja egy picit homályba vész. Ez alatt pedig azt értem, hogy nagyon sokszor úgy érezzük, hogy sokat tudunk róla, de valójában sokat nem tudunk róla. Gerő András történész mutatott rá arra, hogy ő kapott egy nagyon sajátos szerepet a magyar történelmi emlékezetben, és ez a szerep őt foggyul ejtette, ahogy ő fogalmazott. Nevezetesen ez a szerep nem más, mint hogy a nemzet mártírja. Hiszen kivégezték, tehát egy igazságtalan ítélet következtében életét áldozta. Viszont ez a mártír szerep, ez alkalmas arra, hogy elfedje a valódi ényét, meg a cselekedeteit, mert ahogy Gerő mondta, úgy épül fel egy nemzeti emlékezet, egy nemzeti narratív, egy nemzeti mitológia, mint egy vallás, aminek meg vannak a leosztott szerepei, vannak hősei, vannak árulói, vannak ellenségei, és persze vannak szentjei. Úgymond szentjei, és vannak mártírjai. És Batthyány is a kivégzése következtében ilyen szenté, ilyen mártírrá vált. Ugyanakkor azonban az, hogy Batthyány Lajos milyen ember volt, mik voltak a cselekedetei, ez sokkal kevésbé van éppen emiatt előtérbe. Nekem itt most nincs arra időm, mert módom, hogy ezt kifejtsem, azt viszont igen, hogy milyen sajátosan alakult az ő sorsa és az ő emlékezetének a sorsa a kivégzését követően, egészen az újratemetéséig, hiszen 1870-ben újratemették. Ezt a történetet szeretném most önökkel megosztani, és az egésznek sorvezetőnek választottam néhány idézetet egy teljesen más történeti környezetből, az ókorból, Szofoklész Antigónéjából. Olyan értelemben analóg a példa, hogy maga hogy az Antigóné egy olyan konfliktus köré épül, amikor Antigóné egyik fivére áruló módon Thébai ellen vezeti seregeit, Thébai városa ellen, elesik ebben a csatában, és Kreón, Théba mindenható ura parancsba adja, hogy nem szabad eltemetni, mivel áruló, és Antigóné pedig ugye igyekszik mégiscsak eltemetni az ő, jól lehet áruló, de már halott fivérét, mondván, hogy a halottnak megadott tisztelet egy magasabb erkölcsi parancs, mint bárki, bármiféle uralom vagy hatalom parancsa. Ebből adódik maga az Antigóné konfliktusa. Hát itt az első idézet, amit kiválasztottam, ugye ilyen parancs fut szét a város népe közt, hogy eltemetni sem, siratni nem szabad, hagyják, heverjen ott megkönnyezetlenül. Hát nagyjából Batthyányval is ez volt a helyzet. Ugye Batthyány Lajos életét, mint az közismert, golyók oltották ki. Kivégzéséhez választottam szintén egy idézetet, nincs becstelenség és nincsen megcsúfolás, amit ne látnánk rajta teljesedni be. 1849. március 17-én ugye miniszterelnöki megbízatást kap Magyarország történetében először, és így ő Magyarország első törvényes és egyetlen miniszterelnöke. Amint az közismert, a pesti új épület udvarában sortűz által veszti életét 1849. október 6-án. Az előzményekről talán csak annyit, és ez sokat elmond az ő jelleméről, hogy érdemes azon elgondolkodni, hogy az a reformkor, amelyik kiemelkedő politikusok sorát adja, hiszen vele egy időben egyszerre tevékenykedik Széchenyi István, Kossuth Lajos, Eötvös József, és akkor lehetne sorolni Klauzál Gábor, Szemere Bertalan, tehát akik ma kevésbé vannak talán előtérbe, a számukra teljesen természetes volt, hogy belül lesz a miniszterelnök. Nem véletlenül tekintettek rá vezérként. Ez egy külön előadás tárgya lehet, hogy miért ő volt az, aki aztán a miniszterelnök lett. De ő nem viszi végig a szabadságforradalmat és szabadságharcot, ez közismert, a Batthyány kormányt követően ugye van több más hatalmi szerve is a forradalomnak, a Kossuth Lajos vezette UHB, illetve hát a Szemere kormány. Batthyány Lajost januárban tartóztatják le a mai Petőfi Irodalmi Múzeum épületének, magában Petőfi Irodalmi Múzeumnak otthont adó Károlyi palotában. Ez egyébként a Károlyi György grófé, a sógorái, a Károlyi palota, és innen viszik őt el, elhurcolják Lajbokba, a mai Lubjanába, ott tartják szigorú őrizet alatt, majd onnan Olmützbe, úgy tetszik, Olomózba kerül, és október 6-án pedig elvileg akasztással érne véget az élete. Ugye az ítéletben benne van az is, hogy megalázó módon vessenek véget az életének, tehát nem sortűz, ahogy az katonához illik, hanem tisztességes emberre szó úgymond, hanem mint a köztörvényes bűnözőket. Sokat elmond az ő lelki erejéről, és tulajdonképpen ezt szeretném itt megemlíteni, hogy előző nap sikerült találkoznia a feleségével, Zichy Antóniával, aki a találkozás során észrevétlenül oda csúsztat neki egy pici tört, de ez a kicsi tőr, ez a kicsi kés, egy levélbontó kés, ami hát nem kifejezetten éles eszköz. És azért adja oda neki, hogy meg tudja ölni magát, és ezáltal megkímélje az akasztástól. Batthyány pedig óriási lelki erőről és fegyelemről tanult bizonyságot téve, este az ágyában megpróbálja elvágni a nyakát, illetve az ütőereit ezzel a késsel, meg is sebzi magát.
de nem hal bele. Képzeljük el azt, amikor ezzel a tompa, életlen kis eszközzel megpróbál véget vetni az életének, és ezt úgy sikerül neki megcsinálnia, hogy fel se sziszen. Tehát egyszerűen az őrök nem figyelnek fel rá, hogy ő milyen tevékenységet folytat. Amikor megtalálják véresen, akkor kiderül, hogy akasztást ebben az állapotban nem lehet végrehajtani. Amennyire a forrásokból kiderül, járni is csak azért tudott, mert különféle szerekkel erőt adtak neki, tehát mindenféle narkotikumokkal. De minden esetre, ha nem is tudta saját maga eldobni az életét, azt sikerült elérnie, ha lehet ilyet mondani, hogy sortűzzel végezzék ki. Viszont mi történik vele, miután kivégzik? A holttestet egy darabig havarni, heverni hagyják a új épület udvarán. Majd pedig el kellene őt temetni, de nem nyilvános temetés járna neki, hiszen bűnözőként végezték ki, olyan értelemben pedig, ugye, hogy a ítélet szerint az volt. Itt láthatjuk egyébként őt és feleségét, Zicsi Antóniát. Annyit még megemlítenék, hogy Zicsi Antónia mindössze 33 éves volt akkor, amikor a férjét kivégezték, de életi végéig hű maradt hozzá, olyan értelemben, hogy nem ment másodszor is férjhez, és őrizte férje emlékét, sőt, soha nem fogadta el a kiegyezés tényét se, ami figyelembe véve az őt ért személyes veszteséget teljes mértékig érthető. Óriási tisztelet övezte őt haláláig, hosszú élet adott neki Domjanics János özvegyével egyetemben, Csernomics Amíliával egyetemben. Mi történik a holttesttel? Megint csak egy idézettel indítanék. Eltemetni őt, aki tilos. Aki elmeri őt temettetni, az az özvegy, de egyedül őhez kevés volna. Tehát ahhoz, hogy sikeresen végre lehessen hajtani, hogy ne a jeltelen sírba temessék Batthyányit, kell némi kapcsolatrendszer, kell némi bátorság, jól lehet némi pénz is kellett hozzá. Amint ide is van írva, ugye egy darabig ott hagyják a helyszínen, nem teszik közszemlére, mert nem lehet csak úgy bejárkálni az új épület udvarára, de néhány óráig ott hagyják heverni, majd átszállítják a Rókus kórház halottas házába, és innen kéne a jeltelen tömegsírba kerülni a különféle ismeretlen emberek és bűnözők közé. Ezt akadályozza meg Zicsi Antónia, az özvegy, mégpedig oly módon, hogy a család orvosa, Hausmann Ferenc van a segítségére. Hiszen a holttestet gyakorlatilag ki kell csempészni. Szántófi Antal, józsefvárosi plébános a szövetségiség ebben a cselekedetben. Azt tudni kell, hogy mindannyian tisztában vannak vele, hogy büntetendő cselekedet hajtanak végre. Tehát, hogy ezt most nem volna szabad megtenni, de őt ezt figyelmen kívül hagyják. És ami a lényeg, hogy a plébános nem találja megfelelőnek a sírgödröt, a kórház kocsisa pedig a holttestet, ahogy látjuk itt is, elszállítatja a pesti ferences templomba. De nem véletlenül szállítja oda, ugyanis kifejezetten az a cél és a szándék, hogy ott temessék el titokba. Akár ideiglenesen, hogy majd később méltó sírhelyet kapjon, akár pedig úgy, hogy végleg ott nyugodjon, hiszen azért mégiscsak egészen más, mint jeltelen sírba nyugodni. Itt a Batthyány Lajos holttestét eltemetik. Lekerül a templom altemplomába. Az az érdekes ezzel kapcsolatban, hogy nagy valószínűséggel a hatóságok erről az egész akcióról tudtak. Tehát tisztában voltak vele, hogy mi történik, hogy Batthyány holttestét elviszik, de nem léptek közbe. Nem lehet tudni, hogy miért így volt, valószínűleg az motiválhatta őket, hogy szükségtelen lett volna egy újabb, mondjuk úgy, hogy nagy figyelmet keltő ügyet kreálni ebből. Elvégre Batthyány már úgyis halott volt, tehát többet nyertek vele, ha hallgattak és félrenéztek, mint hogyha ebből is megpróbálnak valamiféle botrán csinálni, de az is lehet, hogy már valamiféle kegyelet is munkált bennük, ezt nem lehet természetesen pontosan tudni. Ami viszont biztos, hogy egy vörös márvány tábla fedi az ő sírját, hogy így becsúsztatták így egy ilyen kriptába, és oda volt írva, hogy 1849. október 6-án az úrban elhunyt GBL áldás és béke hamvaira. Na hát ezt a GBL-t, Gróf Batthyány Lajos, ezt gyakorlatilag mindenki tudta értelmezni. Tehát még maga a család, még maga a templom sem csinált igazán titkot belőle, hogy Batthyány Lajos itt nyugszik. Azt pedig nyugodtan el lehet mondani, hogy az 50-es évek elején ez köztudott volt. Mindenki tisztában volt vele, voltak is, akik eljártak a sírhoz lerúni a kegyeletüket, de a hatóság részéről semmiféle retorzió nem történt, teszem hozzá rögtön, hogy hála Istennek. A kőlapot ezzel együtt egy idő után megfordították, és befelé volt a felirat, kerülendő ugye az esetleges problémákat, és hogyha megnézzük, hogy hogy nézett ez ki, akkor ott láthatjuk, így nézett ki az egykori kőlap. Tehát amit én az előbb felolvastam, ott látható a három nagy kiemelt betű, ott láthatóak a sírhelyek, ott alul középen ott nyugodott Batthyány Lajos 1870-ig, és ez pedig az a tábla, amit most láthatunk ott, tehát az egykori sírhelyét ma is jelölik, és kegyelettel őrzik, hogy itt nyugodott valamikor Batthyány Lajos. Ez az állapot azonban időleges, és hogyan tudunk tovább lépni, az ahhoz a kiegyezés sorsát és a kiegyezés időszakát kell megismernünk. 1867-ig nyilvánvalóan semmilyen szinten nem jöhet szóba az, hogy Batthyány Lajos rehabilitálják, kiemeljék, olyan méltóképpen eltemessék. A család sem forszírozta ezt, egyszerűen nem úgy állt a helyzet. De egy idő után
teljesen jogos lett a kérdés, hogy mit tudunk csinálni Batthyány Lajossal. Miért? Ott az idézet megint, stemesdel illőn az, ki már holtan hever. A kiegyezés magával hozta azt a változást, hogy úgymond a uralkodó és a nemzet, hogy a maga a szó is jelzi, kiegyezett, kiegyenlítődés, így hívták a kortársak a kiegyezése későbbi szakszöveg. És a következő történt, hogy Batthyány holteste, Batthyány árnyéka gyakorlatilag ránehezedett a hatalomra egyfajta kényszerként, hogy hát mindenki tudja, hogy ott van eltemetve, mindenki tudja, hogy egy justiciamord ítélet érte őt. Valamit kezdeni kellene vele, de nem ilyen egyszerű a történet. Mert hiszen nézzük meg, mi van. Batthyánynak számos politikus társa, számos harcos társa pozícióba kerül a kiegyezés után. Indul ki magából a miniszterelnök személyéből, 1867-ben Gróf Andrássy Gyula lesz a miniszterelnök, akit csak azért nem végeznek ki 1849-ben, mert Párizsban teljesít külszolgálatot, eszeágában nincs hazatérni, teljesen érthető módon, és ahogy mondták akkoriban, névlegesen kivégezték, egy akasztófára kiszögezték a nevét. Tehát ilyen értelemben halálbüntetéssel sújtották, legalább elméletbe. No de másként alakul a politika a későbbiekben, hazatér, és hát egyfelől egykori harcostársak számára is, bocsánat a szóért, de kínos, hogy Batthyány Lajos holteste még mindig ott hever, úgymond jeltelen sírba, vagy minimálisan jelzett sírba a Ferences templomba, és egyre nagyobb a közvélemény részéről a nyomás, hogy hát most akkor hogyan lehetne Batthyányt valamilyen módon kiemelni, onnan is eltemetni? Viszont ezt meg lehetetlen megcsinálni gyakorlatilag anélkül, hogy ne rehabilitálnák. Mi a probléma a rehabilitációval, vagy az ítélet újragondolásával? Ferenc József személye. Tehát ugyanarról az emberről beszélünk, ugyanaz az uralkodó 1867-ben, mint aki 1849-ben. Nem lehet tehát Batthyánynak igazságot szolgáltatni jogilag, vagy erkölcsileg úgy, hogy az ne sérteni az uralkodót. Így nem értelemben pedig ez a kiegyezésnek a szekerét vagy jobbra vagy balra kirángatná megfelelő irányból. Van tehát egy nagyon súlyos probléma, erkölcsi probléma, etikai probléma, politikai probléma. Mi lehet ebben a helyzetben a megoldás? Az akadályozó tények között a legfontosabb megemlíteni tényleg azt, hogy az uralkodó személyes ellenállása. Ferenc Józsefről azt érdemes tudni, hogy meglehetősen konok, merev, makacs ember volt, akit ő az ellenségének tekintett, annak nem nagyon tudott megbocsátani. Nagyon jellemző például Kossuth Lajoshoz való viszonya, akinek ugye a temetését, amikor meghalt Torinóba és Budapesten temették el, például az állami alkalmazottoknak nem adott szabadságot arra a napra. Tehát még holtában is engesztelhetetlen volt Kossuthtal szembe. És az ő személyes véleménye az egyértelműen egy nagyon komoly akadálya volt annak, hogy tovább lehessen lépni Batthyány újra temetését illetően. Ugyanakkor azonban ő maga is tisztában volt vele, vagy legalábbis a környezet, hogy előbb-utóbb valamit lépni kellett, de ezt a lépést úgy kellett megtenni, hogy a királyt a lehető legkisebb sérelem érje. Hogyan lehetett akkor ezt a dolgot megoldani? Ne bízz azt másra, menj hát és tedd meg magad. Ez az antigóniai parancs, ez itt a magyar viszonylatban a 19. században egészen másképp érvényesült. Felmerült a gondolat, hogy állami temetés legyen, de az állami temetés nagyjából magában hordozta volna a rehabilitációt, ezt nem lehetett megoldani, tanakodni kezdtek hát a Bécsi udvar politikusai, illetve a magyar kormány oldaláról jó néhányan, hogy hogyan és miként lehetne valamiféle kompromisszumra jutni, és végül is Pest városa kínálja a megoldást. Nincs még Budapest. Budapest 1873-ban lesz, Pest önálló törvényhatóság ebben az időben, és a következő gondolat születik meg, hogy bármi történjék is, mivel a Ferencesek temploma Pesten van, ezért aztán Pest város hatáskörébe utalják az újratemetés ügyét, oldja meg Pest városa, mint önkormányzat, de ne állami szinten, és ne valami politikai felhanggal, hanem Pest városa ezt valamilyen módon agyalja ki, módolja ki, hogy hogyan lehet tovább lépni. Ugye nagyon érdekes, ami ott van, hogy nyilvánvaló volt, hogy országos jelentőségű esemény lesz, hanem is állami. És így Pest főpolgármestere is, mert főpolgármester nem polgármestere, úgy fogalmaz, hogy az országhoz méltó díszsel és ünnepéllyel kell a szertartás véghez vinni. A város tehát elvállalja a feladat megoldását, felvállalja azt, hogy újra temetteti Batthyány Lajost. A kormányzat ezt nem akadályozza. Természetesen nem örömében, nem jókedvel, nem támogatólag viszonyul a kérdéshez, de úgy van vele, hogy előbb-utóbb véget pontot kell tenni a ügy végére, választ kell adni a kérdésre. Ha Pest városa megcsinálja, akkor a kormányzat, ha nem is támogatja, de akadályt nem fog támasztani. 1869-ben elindul az akció, gyűjtést rendeznek, ahogy itt is látható, hogy Batthyány Lajosnak egy új síremléket emeljenek, és ez a gyűjtés ez komoly eredményeket is hoz. Tehát rengetegen gondolnak ugye a szívükben tiszteletre Batthyány Lajosra, a nemzet mártírjára.
Fölmerül az a gondolat is, hogy maga az esztergomi herceg prímás a Magyar Katolikus Egyház feje legyen az, aki celebrálja majd a misét az újratemetésen. Tehát hiába Pest városára hátráltatják az ügyet, hogy oldja meg, egyértelműnek tűnik az, ahogy a pesti főpolgármester is fogalmazott, hogy igen, kérem tisztelettel, itt egy országos jelentőségi eseményről van szó, az egy más dolog, hogy egy városi önkormányzat fogja ezt végrehajtani. És ugye nagyon érdekes megnézni a korabeli pesti, tehát a városi önkormányzati iratok között, hogy megy a levelezés az előkészítésről, azt, amit én itt ki is választottam idézetnek. Hatóságilag meghívandók lennének a törvényhozás mindkét háza, a minisztérium. A minisztérium alatt ezúttal a kormány értendő, és hát ugye a törvény a parlament. Sőt, a felsőház tagjait is meghívták, valamint valamennyi minisztert. Na most a meghívó levelet ugyan kiküldték mindenkinek, tehát megvan a meghívó levél tervezete, de végül is ebbe a formába semmi nem történt meg. Olyan értelemben pedig, hogy a kormány tagjai, hogy azt mondták 1993-ban egy egészen másik újratemetésen, magánemberként vettek részt, de nem hivatalból. Tehát nem mint miniszterek, hanem aki úgy döntött, hogy elmegy, az elmegy. Tehát itt is van egy ilyen analóg példa. És ugye az újratemetés rangját saját maga személye által emelni, aki tudja, ennek meg nem történhetése esetén pedig egy helyettes nevezni is bennünket kegyes határozatáról, mielőbb értesíteni szíveskedjék. Ez szerepel a meghívó levélben. Tehát mindenkit meghívnak, de a saját személyében már. Hogyan lehet megindokolni az újratemetést? Önmagában a nemzeti kegyelet az kevés. Végül is tudunk arról a magyar történelemben, hogy bizonyos törvényeket egy konkrét dolog miatt hoznak meg, hogy azt legalizálni, illetve fedni lehessen vele. Számos ilyen példa van. Itt is hasonló dolog történik, ha nem is országos törvény. Pest városa ugyanis a következő módon jár el, egészségügyi rendeletet hoz, hogy azzal tudja fedezni Batthyány Lajos újratemetésének az indoklását. Születik egy általános szabályrendelet, az 1870. évi 2743-as számú rendelet, amely szerint idézem, a városunkban létező összes szentegyházak sírboltjába való temetkezés megszüntetett. Tehát egészségügyi megközelítés, ne legyenek holtestek a belváros templomaiban, mert az élő emberek egészségére káros, fertőzés meleg ágya lehet, következésképpen számolják föl ezeket a sírhelyeket, egyfelől, másfelől pedig többet ne temetkezzünk templomba. Na már most, erre a jogszabályra fogadkozva, 1870. január 21-én Pestváros közgyűlése osztatlan helyesléssel elfogadja az alábbi javaslatot. Nehogy a sírboltok megrendelt elzáratásával a nagy halottat megillető kegyelestes emlék feledékenységbe menjen, kívánatos lenne, hogy a városi hatóság néhai Batthyány Lajos holttetemeinek a kerepesi köztemetőből leendő méltó és ünnepélyes elhelyezése iránt intézkedést tétessék. Tehát, alig hogy megszületik a jogszabály, rögtön azt mondják, hogy akkor mindjárt Batthyány Lajost emeljük ki a feledés homályából, de ami az egészet elindítja, az mégiscsak egy közegészségügyi rendelkezés. Ugyanakkor azonban a szövegből is látszik, hogy ahogy itt is szerepel, ugye, hogy nehogy a kegyeletes emlék feledékenységbe menjen. Tehát egy ilyen kettős beszéddel találkozunk. A hivatalos indoklás egészségügyi, gyakorlatilag arról van szó, hogy a kegyeleti aktust elkezdik megcsinálni. Természetesen, ahogy az Magyarországon szokás, egy bizottságot állítanak föl, hogy végrehajtsa ezt a egész dolgot. A bizottságnak megvan az előnye, senkire nem árul személyes felelősség, hanem ugye többen osztják meg ezt egymással. Ki kell emelni egy kiváló embert, Királyi Pált, Pestváros főjegyzőjét, tényleg így írta a nevét Királyi, nagyon sokszor találkozom a nevével így, hogy Király Pál, nem, ő Királyi Pál, tehát ez a neve. Ő kerül a bizottság élére, egyébként az egyik legmegfelelőbb ember, mert egy tapasztalt diplomata, olyan értelemben, hogy szót ért mindenkivel, ugyanakkor megvan benne a kellő lendület, és ami nagyon fontos, hogy a szívügyének tekinti Batthyány ügyét. Tehát nem pusztán egy végrehajtandó feladatnak, egy kipipelandó feladatnak tekinti, hanem valóban a szívügye. És ő az, aki már 69 végén kezdeményezi azt a bizonyos gyűjtést, amire korábban utaltam, hogy kapjon egy ilyen részben anyagi, részben egy erkölcsi támogatást az egész dolog. Nem titkoltan az is vezeti Királyi Pált, amikor ezt a gyűjtésbe vezető nyomás gyakoroljon a kormányzatra, hogy lássák azt, hogy egyre sürgetőbb az újratemetés ügye. Na, ők bízzák meg ezzel, na de ahhoz, hogy ezt meg tudja csinálni, azért illik megegyezni a családdal is. És fölkeresik Batthyány Lajos özvegyét, Zicsi Antóniát, illetve a fiát, Batthyány Jellemért, aki ugye már felnőtt ember, és a család nem tiltakozik. Egyáltalán nem tiltakozik, beleegyeznek az exhumálásba, illetve az újratemetésbe. Tehát ők is úgy érzik, hogy valóban ez egy méltó lépés, ez az elégtétel holtában jár Batthyány Lajosnak. És megint idézem, Pestvárosi hatóság és a közönség kívánságának engedve beleegyezését adja a család mindebbe a folyamatba. 1870. március 29-én exhumálják Batthyány Lajos holttestét, úgyhogy a család képviseletében ott van Batthyány Jellemér, a fia is. Nem osztanám meg itt a részleteket, elég pontos jegyzőkönyv készült.
többen, akik személyesen ismerték, döbbenten tapasztalták, hogy a holttesten természetesen nyomot hagyott az idő, hiszen eltelt majdnem 20 év, de a Batthyányit mindenki mástól megkülönböztető, hosszú, vöröses-barna szakál az épp maradt. És még megtalálták rajta a mellényét is, ugye, ami ma már a Nemzeti Múzeumban van kiállítva, golyó ütötte nyomokkal, és a koponyáján a sebet is, mert az egyik golyó a fejét talált el. De minden esetre sikerült a fia és mások jelenlétében kétségbe vonhatatlanul azonosítani, hogy róla van szó, tehát nem másik ember holttestéről. Innentől kezdve, figyelembe véve azt is, hogy a család is beleegyezett az aktusba, nem volt akadály annak, hogy az újratemetést végrehajtsák. Itt láthatjuk az exhumálás körülményeit egy korabeli metszetem. Ott van a holttest a koporsóban, és az, amiről én beszéltem, azt itt is pontosan ábrázolják, hogy ugyan jószerű lemácska koponyája volt meg, de a szakála az még igen. Itt pedig Királyi Pál arcképét láthatjuk, akinek így utólag is azt mondom, hogy komoly tiszteletére azért, hogy ezt az egész aktust levezényelte és végrehajtotta. A következő lépés az már maga az újratemetés lett volna, de, ahogy említettem, ennek az állami hivatalos ünnepélyes volta, fogalmazunk úgy, hogy egyre jobban fogyatkozás szenvedett. Korábban utaltam rá, hogy az esztergomi herceg prímás lett volna az, aki a misét levezényli az újratemetésen. Az esztergomi herceg prímásnak azonban hirtelen nagyon fontos dolga támadt Rómában, a Vatikánban. Na most nem akarok semmilyen konkrét vádat megfogalmazni a herceg prímással szembe. Az, hogy a Magyar Katolikus Egyház fejének dolga van a Vatikánban, az a munkakörének a része. Tehát ebben nincs semmi különös. De hogy pont egybeesett vele, az vagy véletlen, vagy nem. Hagyjuk nyitva ezt a kérdést, mert nem tudjuk. De azt lehet érezni, hogy a hatóságok részéről lassan, de biztosan mindenki visszakozik, mindenki kifarul abból, hogy hivatalosan képviseltesse magát. Tehát legalábbis kérdésként föl lehet vetni, hogy nem illik-e bele ebbe a sorba az esztergomi hercegprímás döntése, hogy pont akkor a Vatikánba megy. Minden esetre nem ő celebrálja, tehát nem Simor János celebrálja a gyászszertartást, ez egyértelműen kiderül, ment helyette más. Vagy volt-e mögött halogató taktika, vagy nem, azt nem tudjuk. Ugye, ami nagyon érdekes, hogy Pest városon, amikor levelet ír neki, még választ sem kap. Hogy de hát miért? Ugye ő úgy fogalmaznak, hogy legnagyobb megütközésünkre. És sajnálatos módon látni kell, hogy nincs ilyen lehetőség, és a miniszterek is kihátrálnak a dologból, mint miniszterek. Tehát visszautalnék arra, amit korábban mondtam, magánemberként legtöbben eljönnek. De hivatalból a magyar kormány nem lesz ott. Maga az újratemetés ezzel együtt 1870-ben nyáron lezajlott. Szólj, hát a temetésen részt vettél te is, vagy ha nem is tudtak, megesküszöl rá. Ki volt ott, ki nem volt ott? Hát 1870. június 9-én ragyogó időben indul meg a újratemetési menet. Nem lehet tudni pontosan hányan voltak, ha 200 ezeres számmal is találkoztam az értékelés tekintve, ez nekem kicsit túlkereknek tűnik, meg talán túl nagynak is, az biztos, hogy tömegkísérte Batthyány Lajost az utolsó útjára ilyen értelemben, hiszen azóta is úgy nyugszik, ahol akkor eltemették. Ugye a részletes menet rend, hogy hogyan álljon össze az a bizottság, ami hát egy óriási esemény, szimbolikus esemény, egy újratemetés természetesen, mert a királyi féle bizottság kiadott egy nyomtatott programot, és ebből aztán elég rendesen kiderül az, hogy hivatalból ki volt ott, és ki nem volt ott. Ha összevetjük a temetésről szóló beszámolókat, nagyjából fedi egymást a dolog, tehát aki megígérte, hogy ott lesz, az tényleg el is jött. Minimális kivételről tudunk. Na most a menetet ugye a városi őrmester nyitotta meg Pest huszáraival. Erre azért volt szükség, ez világosan kiderült, hogy minél jobban hangoztassák, ez egy városi esemény. Nem állami. Ez egy városi esemény, ez Pest városának az eseménye, és nem más. És ezt minden létező úton, módon igyekeztek erősíteni. Még olyan iratot is találtam, ahol benne volt, hogy és bárhol beszélünk róla, mindenhol erősítessék meg, hogy ez egy kiemelkedően pesti esemény. Tehát így indítanak, majd jönnek a pesti céhek, hangsúlyozottan megint a pestiek, temetkezése illet kereskedőtestület és egyéb polgári pesti polgárok, lovasbandérium, és utána jönnek a többi törvényhatóságok küldöttei, tehát még mindig nincs állami jelenlét. Természetesen meghívták az összes szabad királyi várost, meghívták az összes megyét, és ezek képviseltették is magukat, mindenhonnan jöttek ketten-hárman, hogy lerólják a kegyeletüket Batthyány Lajos előtt, és utána jön az egyetemi hallgatók, az akadémia, az egyetemek vezetői, központi hatóság delegátjai, egyházi személyek, városi hatóság, a pesti főbíró és a főpolgármester, majd a zenészek, és maga a gyászkocsi, ugye a holttesttel, amit egyházi személyek kísérnek, szolgálók kivont karddal, kádfákjával a kezükben pesti polgárok, ugye, akik ott világítanak, és végül maga a család, és így indul el a menet. Most láthatjuk a felsorolásból, hogy itt hivatalból miniszter vagy ilyesmi, az nincsen. Itt látható a temetési menet, erről is rengeteg korabeli ábrázolás maradt fönt, egyet választottam ki ebből. Természetesen ebből is látszik, hogy a történésznek milyen korlátai vannak, mert honnan tudjuk, hogy ez Batthyány temetési menet, tehát onnan, hogy fel, hála Istennek odaírták, mert önmagában a kérdő, ugye nem találnánk ki. De ez, mert a történésztől mindig azt várják, hogy mindig mindent tudjon, nem tudunk mindent, amit ki tudunk hámozni a fennmaradt forrásokból.
Na már most a hamvakat a temetőben, a Kerepesi temetőben, tehát ugye ez a mai Fiumei úti temető, Magyarország Nemzeti Panteonja, Pest főjegyzője Barna Zsigmond veszi át hivatalosan, és Gamper Olajos helyettes főpolgármester pedig az, aki június 8-án, ugye egy nappal a temetés előtt felszólalt, hogy minél többen legyenek jelen másnap. El is jöttek, és ahogy említettem, itt több törvényhatóság volt jelen, de érdekes megnézni, hogy kik jöttek el a kormány tagjai közül. Nem akarom felsorolni az összes nevet, mert nem ez a lényeges, de Ötvös József. Ugye az egyetlen miniszter, aki a Batthyány kormányban is miniszter, és 67-ben az első Andrássy kormányban is miniszter, tehát aki mind a két kormányban tárcát vállalt, még az ugyanazt a tárcát. Ott volt Óróva István, közlekedés és közmunkaügyi miniszter, Kerkápoly Károly, mondjuk ő kifejezetten 48-as érzelmű volt mindig, pénzügyminiszter Szláv József, földműves ipar és kereskedelmi miniszter, később miniszterelnök lesz belőle. És még rajtuk kívül jó néhányan, akik 48-ban vagy 49-ben ott voltak, Deák Ferenc nevét mindenképpen kiemelni. Tehát a hazabölcse is ott volt és megtisztelte Batthyány Lajos egykori politikus és harcostársát a jelenlétével. De megint csak hangoztatnám, talán most már harmadszor magánemberként voltak jelen, nem a hivatalukat képviselték. Van viszont egy nagyon fontos ember, aki nagyon hiányzott erről a temetésről, ez pedig nem más, mint egy egyházi személy, Dank Agáp. Dank Agáp, aki pont egy hónappal a újra temetés előtt hunyt el, tehát vele szemben a sors, azt kell mondjam, igazságtalan volt. Neki nagyon fontos lett volna, hogy ott legyen, mert ő az, aki elintézte annak idején, hogy a Ferences templomba el lehessen temetni. Batthyány Lajos, hogy legalább ideiglenes nyughelye legyen. Ő sajnálatos módon egy hónappal előtte meghalt, így aztán az esztergomi primás, mert fölmerült ugyanis ő is, hogy ő helyettesíti az esztergomi primás érseket. Ez egy logikus döntés lett volna, mert neki szerepe volt 1849-es eseményekben, de végül is 1870. május 8-án, mivel ő meghalt, a szertartás Szabó József esztergomi kanonokra maradt, aki nikopoliszi címzetes püspök volt, és a gyászbeszéde pedig nem más mondta, mint egy másik egyházi személyiség, ez Piricériék, ugye a Ferencesek Pesti Rendházának akkori főnöke, 1849-es főnöke, akinek ugye nagyon nagy szerepe van abban, hogy befogadta Batthyány holtestét a templom. A beszámoló külön kiemelik, hogy milyen remek beszédet mondott. Ugyanis neki egy nagyon nehéz diplomáciai feladata volt. Úgy kellett magasztalnia és dicsérnie Batthyány Lajost, hogy nem sértette meg Ferenc Józsefet. Nem mondhatott olyat, ami az uralkodó személyét úgymond hát sérti, vagy valami hasonlót. És ő ezt állítólag hiba nélkül hajtotta végre. Itt kiemelték azt, hogy beszédében véletlenül sem fordult elő a kivégzés szó. Tehát semmivel nem utalta arról, hogy Batthyány Lajos nem természetes halállal halt meg. Beszélt a haláláról, beszélt a holttestéről, beszélt az újratemetésről, de az, hogy itt egy erőszakos halálról beszéltünk, az véletlenül se, de még tényleg utalás szintje se. És ez már nagyon érdekes dolog, hogy hogyan értelmezzük ezt. Mert egyfelől etikailag nyilván ez egy vitatható eljárás, mert hát tulajdonképpen éppen, hogy a tiszteletadás csorbul ezáltal, másfél ez a diplomáciai feladat volt, és neki ezt végre kellett hajtania úgy, hogy abból probléma ne legyen. Itt láthatjuk Dank Agápot és Piricériéket, ugye Dank Agáp az, aki nem tudott már eljönni a temetésre, mert meghalt előtt, és Piricériék, aki pedig ott volt és beszédet mondott. Két kiemelkedő egyházi figuráról beszélünk egyébként, nem csak a temetésben való részvételük miatt, meg a Batthyány holttestének eltemetésében való részvételük miatt, hanem ettől függetlenül is. Hogyan lehet értékelni tehát ezt az eseményt, mert hiszen miután eltemetik Batthyányt, egy csodálatos szépségű mauzólumot emelnek a holtteste fölött, ez a mai napig látható. Ha valaki elmegy a Fiumei úti temetőbe, jó szívvel ajánlom, hogy tekintse meg ezt a gyönyörű épületet, majd én magam is meg fogom itt mutatni. Ki úgyis meghalt, azt minek megölni még? Antigóné mondja ezt Kreónnak, mondván, hogy hadd temessem már el a bátyámat, mert már nem ellenség, már halott. Nagyon érdekes a történészek értékelése, mert ezt a temetést is a legtöbben úgy látták, hogy egy kettősség van benne. Nincs meg a 19. századhoz tapadó romantik, hogy bezzeg az a csúnya gonosz 20. század milyen, a 19. század meg romantikus. Nézzük meg, hogy a kollégák mit mondtak ellen. Stéfán Ildikó. Az állam számára ez a kompromisszumos megoldás volt. Megadta Batthyánynak és rajta keresztül 48-nak az országos elismerést úgy, hogy közben nem keveredett konfliktusba sem az uralkodóval, sem a monarchia másik felével. Ezzel nehéz volna vitatkozni, lássuk be, én is ezt az álláspontot képviseltem, Üntner Péter. A temetést ekkor már nem demonstratív szándék vezette, hanem a helyreállt alkotmányosság diadala volt. Ebben is van valami, hiszen valóban egy újabb lépést tettünk abba az irányba, hogy az uralkodó és a nemzet közötti ellentétek elsimuljanak, ezt a problémát így módon úgymond megoldottuk. Urbán Aladár, aki közelmúltban hunyt el. A résztvevők joggal bíztak abban, hogy a gyászszertartás során Batthyányi méltatásakor nem hangzanak el vádak, amelyek Bécs vagy az uralkodó felelősséget érintik. Ezt a feladatot a gyászbeszédet mondó Piricériék, a Ferencesek Pesti Rendházának főnöke, hazafias tapintattal oldotta meg. Hát Urbán Aladár nagyon kulturáltan fogalmazott erről.
Pölöskei Ferenc. Jellemző, hogy az 1877. évi újratemetése, mármint Batthyányi, hivatalosan csak a főváros és a család, nem pedig a kormány vagy a parlament ügye volt. Ugye ő is arra hívja fel a figyelmet, amire én utaltam itt. Lovas Krisztina. Az ünnepélyes temetésen a kormánypolitikusok részéről nem hangzott el beszéd, a szertartást egyházi személyek vezették le. Batthyányi politikai szerepét azonban ekkor már nem lehetett elhallgatni. Temetésen azonban nem jött szóba, természetesen. S László Ferenc. Batthyánynak nem sok jutott a figyelemből, sőt kényelmetlen figura lett belőle, kényelmetlenné vált az őt kivégeztető Ferenc Józsefnek épp úgy, mint a Kossuthot lelkesítő függetlenségiek számára. Na ez egyik legfontosabb gondolat, egyebek mellett ez motiválta az újratemetését. Tehát lehetett érezni ezt a kettőséget, hogy mi túléltük a forradalmat, túléltük az ellenállást, pozícióba kerültünk, ő belehalt. Ugyanakkor itt az az uralkodó, akinek az égi szalat kivégezték. Mi történik Batthyány Lajossal utóéletében? Összegezzük. Holtat hagy nyugodni már, többé ne bánst. Nos, ahogy említettem, Batthyány Lajos, ahogy Gerő András fogalmazott, beleesett abba a csapdájába, hogy ez a mártíromság foglyul ejti őt. Ennél azonban több dologról van szó szerintem. Stéphane Ildikó úgy fogalmazott, hogy élete nem érdekes, csak halála számít, tettei elfelejtődtek, alakja üres, minden kor megtölti valami jelentéssel. Ezek elég kemény szavak, de van benne valami. Batthyány Lajosról tapasztalatom szerint nagyon sokan két dolgot tudnak. Az, hogy kivégezték, gondoljunk itt a mártíromságról, amire utaltam, hogy rettenetes módon ért véget az élete erőszakkal, és az, hogy az első magyar miniszterelnök. Most ez mind a kettő egy olyan tényező, ami már önmagában elég ahhoz, hogy azt sugallja, hogy én tudok valamit erről az emberről. Mert valamivel az első, nem is akármiben, és a rettenetes halál, a 48-49-es tapadó halál. És ez a két könnyen memorizálható tény, ez azt sugallja, hogy tisztában vagyok Batthyány Lajos életével, értékeivel, cselekedeteivel, de ez nem igaz, ez éppen hogy arra elég, hogy háttérbe kerüljön a valódi szereplő, háttérbe kerüljenek a gondolatai, a cselekedetei, az érzései, tehát a valós személytől egyre inkább eltávolodunk, amikor ezt a két dolgot ismételgetjük, hogy kivégezték meg az első magyar miniszterelnök. És nagyon érdekes például, amikor azzal találkozom, hogy, és ez az érveléssel szó szerint találkoztam így, hogy az a legnagyobb érdeme Batthyány Lajosnak, hogy kivégezték. Hát nem, nem. Tehát ahogy ide is fölírtam, kész volt elleneitől a halált elfogadni és meghalt. Nem akart meghalni. Kész volt meghalni szükség esetén, de nem akart meghalni. És nem attól a magyar történelem kiemelkedő alakja, ahogy meghalt, mert bár ne így halt volna, meg bár élhetett volna tovább és cselekedhetett volna tovább, attól a magyar történelem nagy alakja, ahogy élt és ahogy cselekedett, és ezért buzdítok arra mindenkit, hogy ösztönzök mindenkit arra, hogy ismerkedjünk meg az ő életével is, mert ilyen értelemben tényleg a közhelyek mögé menekülünk, amikor ezt a két tényezőt ismételgetjük. És valóban, ahogy miniszterelnökként cselekedett, hogy az ellenzék vezetőjeként cselekedett, arra érdemes helyezni a hangsúlyt. Most jól lehet, én a halála okán emlékezem meg róla, de hadd hívjam fel a figyelmét az életére, az élő emberre emlékezzünk. Tehát tényleg nem, most nem arra, hogy miért halt meg. Ha összegezni akarom az egészet, akkor egy nagyon sajátos dologgal találkozunk. Batthyány Lajos gyakorlatilag a holtában majdnem ugyanolyan erős ellenfele maradt az őt kivégeztető hatalomnak, mint életébe. Mert hogy a árnyékja az emléke, és az igazságtalan ítélet az egyfajta kényszerként nehezedett a hatalomra. Valamit kezdeni kellett vele, valahogy el kellett temetni, valamit csinálni kellett vele, és végül is megtették ezt a kegyeleti aktust, de ahogy a kollégák is utaltak rá, ez nem volt egy teljes mértékű, mondjuk úgy, hogy tiszteletadás az ő irányába. Én úgy fogalmaztam, hogy egy embert öltek meg, de egy politikus temettek újra. Tehát a kegyeleti aktust, és ez volna az összegzése mindannak, amit én mondani szeretnék, azt felülírta a napi politikai érdek. Kemény dolog ez, és a történelem egyik legkeményebb igazságtalansága, amiről most beszélünk. Mire gondolok arra, és bocsánat, ezt most nem történészként mondom, hanem magánemberként, hogy nyilván nem erkölcsös cselekedet, megbocsájtani a gyilkosnak és kezet nyújtani és azt mondani, hogy most menjünk tovább az úton. Ugyanakkor azonban az ország elem érdeke ezt kívánta. Ezek nagyon kemény szavak. Tehát, hogy csak akkor tudunk előrelépni, csak akkor tudjuk továbbvinni az ország szekerét, ha valamilyen szintű kiegyezés születik, ez a kiegyezés megszületett, és innentől kezdve ez a kettőség egy ilyen sajátos feloldhatatlan ellentétben ment tovább. Gondoljunk arra, hogy a monarchia, a kiegyezés az a magyar polgári államnak az egyik aranykora, főleg az első évtizedei, de ezeket a lépéseket kellett megtenni Deák reálpolitikája mentén, akivel szemben Kossuth a megalakulás nélküli forradalmár képviselte Torinóból, anélkül azonban, hogy alternatívát kínált volna, mert azt elmondta, hogy ezt ne tett Deák Ferenc, de azt nem mondta el, hogy mit tegyél helyette. Hát egy, hát kettő, ezt Torinóból tette, nem pedig Pestről, ahol felelősség volt. Zárásgyanán csak egyetlen gondolat, hogy
A másik furcsa megítélése Batthyány Lajosnak az az, hogy hibátlan, makulátlan emberként írják le. Mert van az embernek egy ilyen, legtöbb ember lelkében egy ilyen sajátos késztetés arra, hogy egy ilyen kiegyenlítést keressen, hogy egyértelmű legyen, hogy vannak a jók, meg a rosszak, és a jóktól mindig azt várjuk, hogy ők hibátlanul jók, hogy ők tökéletesek. Most ilyen a történelemben nem nagyon van. És amikor valakit egy igazságtalan halál ér, kivégzik, elveszik az életét, élete virágában, 42 éves volt Batthyány Lajos, ha jól emlékszem, akkor szívesen gondolunk arra, hogy ő egy tökéletes ember volt. De ez egy csapda. Tehát amikor egy méltatlanul meg halállal sújtott embert elkezdünk tökéletesnek nevezni, csak idézőjelben azért, mert így halt meg, akkor valójában hűtlenek leszünk hozzá. Hűtlenek leszünk hozzá olyan értelemben, hogy nem látjuk a valódi arcát, elveszítjük az emberi ényét, helyette egy toposzt kezdünk piedesztára emelni. Másrészt nem a valós történelem felé közelítünk, és végül a harmadik dolog, hogyha feltételezzük valakiről, hogy hibátlan és tökéletes, akkor megfosztjuk őt holtában utólag is attól, hogy igazán nagy cselekedetei előtt fejet hajtsunk, mert hiszen ha valaki tökéletes, valaki hibátlan, akkor természetes, hogy a legnagyobb és a legjobb mindenben. Ugyanakkor azonban, ha egy emberről tudjuk, hogy vannak hibái, horribile dictu bűnei, tévedései, és mégis egy adott pillanatban egyszer, kétszer vagy akár többször úgy tud cselekedni, hogy 170 év elteltével is fejet hajtunk előtte, akkor ezzel adjuk meg előtte igazán a tiszteletet, hogy lássuk, hogy egy esendő ember is képes óriássá válni egy adott pillanatra, és így szolgálhat például mindenkinek. Mert egy hibátlan ember nem szolgálhat nekünk például, egyrészt mert nem létezik, ahogy említettem, másrészt mi sem vagyunk hibátlanok. Batthyány Lajosról lehet tudni, hogy indulatos volt, nem hozott mindig jó döntést. Pontosan ismert, hogy Zicsi Karolina a sógornője konkrétan a szeretője volt, de olyannyira, hogy még gyermeket is szült neki. Ezek nyilván nem olyan dolgok, amik miatt azt lehet mondani, hogy büszkék vagyunk Batthyány Lajosra. De ez is az ő élete volt. És nyilván nem ezt kell hangoztatni egy ilyen megemlékezésen, pusztán arra szeretnék utalni, hogy hibáival együtt ez az ember mai napig a magyar történelem kiemelkedő hőse. És jól lehet, Csonkának és hiányosnak érzem ezt a 1870. évi tiszteletadást. Azt gondolom, hogy mi itt ezzel együtt, hibáival együtt fejet hajthatunk előtte. Itt látható maga a mauzóleum, aki teheti zarándok, jön el oda és tekintse meg ezt. És nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek.